A szerencsés, szorgos kezek, szárnyaló képzelet tehetségműhelyben április 15-én nyílt napra várták a szülőket húsvét alkalmából. Karasz Nóra és Nagy Sándorné óvodapedagógusok minden évben úgy építik fel a foglalkozások tematikáját, hogy a tradíciókhoz, jeles napokhoz kapcsolódjon a tevékenységük. Ezen a délutánon előkerültek az ünnepkör szimbólumai, a tojás és a nyuszi is. Először az óvónők és a kicsik megbeszélték a húsvéttal kapcsolatos hagyományokat és szokásokat, majd Karasz Nóra ismertette a jelenlévőkkel a kézműves feladatokat. Az egyik csoport forró viasz és íróka segítségével készített különleges motivumokkal ellátott tojásokat, amelyeket utána különböző színű festékekbe mártottak. Ehhez a csöpségeknek mindenképpen szüksége volt szülői segítségre. A másik csapatnál előkerültek a színes és mintás papírok, amelyből patchwork technikával készítették el a jelképet. A harmadik csoport természetes anyagokból és termésekből alkotta meg a nyuszis ajtódíszt. Ezek a foglalkozások azért jók, mivel a családok itt együtt alkothatnak egyedi használati tárgyakat.